Szervusztok mindenkinek! Szervusztok mindenkinek! Jó napot kívánok! Gyerekek, felnőttek, nektek is! Szervusztok gyerekek! Szervusztok felnőttek! Mindenkit üdvözlök! Szervusztok! Szia! Szervusztok! Szervusztok! Sziasztok! Mindenki itt van velünk ismét kosztóval! Sziasztok! Hello! Üdvözöllek benneteket! Sziasztok! Hello! Nézők! Kedvesek vagytok, hogy itt vagytok velünk! Sziasztok! Szervusztok! Mindenkinek! Mindenkit üdvözlök! Sziasztok! Hiányoztam? Szervusztok! Örülök, hogy megint itt vagytok! Igen! Meg velem együtt! Szervusztok! Nézők! Fiúk, lányok! Idősek is. Szervusztok! Hát, sziasztok! Kedves nézők! Szia, Dani! Csá, papa, örülünk, hogy itt és vagy! És a kamerás section is. Sziasztok! Örülök neki, hogy hiányoztam. Igen. Kedvesek vagytok, aranyosak, ilyenek vagytok. A legelső, amit a katonai kiképzésnél kaptok, ti vagytok az unokatonák. Unokatonák? Pisinába! A néked maga, mit? Fogjátok, hogy vigyázz bátor. Sapkát! Le! És így csináltok. De egyszerre nem külön-külön. Ez nehéz lesz. Nem ülsz így rendben. Értettem, Kaprán úr. Mit vigyolok? Semmit. Magajon magam abban. Kérem, Kaprán úr, engedélyt adni az eltávozásra, mert szül az asszony. Igen, és elengedek. Húha, hány gyerek ez? Három. Mit gondolkoznak? Nehol a jobb nevét. Hát viszi ön vissza, a mordul nem jár vissza. Hát maga miért tartsa fel a kezét? Mi van a kezében? Itt a nőt a nő van a kezében. Hát gondol maga. Hát mi is tartsa mi a nőt. Minél többen iratkozatok. Köszönjük szépen a papának. Sziasztok, hello! Üdvözöllek benneteket! Csak nyugi, majd a papa megszerel, mert mindent megszerel. Köszönöm, hogy nektek is, mert különben ti nem volnátok, akkor én se, ez se volt. Így van, így van. Hát az igazság az, hogy nagyon büszke vagyok a Danira. Rettenetesen örülök neki, hogy ilyet csinál. Fiatal korodban hány csajod volt? Fiatal koromban? Ugye olyan menők, olyan szaladgálósok, vagy ilyen egynapos, kétnapos, egy óra, két óra. Voltak belőlük azért. Kérdeztem tőle, hogy esetleg, ha már ismerjük egymást, hogy beszélgetünk, akar-e velem járni? És akkor azt mondja én nekem az egyik hölgy, akarnék, csak van barátom. Egyszer csak hátrafordult, érted, szó szerint. Fogta, elkapta a nyakamat, fejemet. Én folytam a fejemet. Úgy lesz már, hogy zuhogott, érted. Én meg csak úgy alig kaptam levegőt, ugye hát. Nehéz, hogy dolgokat csinálni, hogy hiányzik az az ujjad? Hát igen, nehéz. Fogni, igen. Nehéz. De fölnőttek tudják, hogy még mit tudtuk használni másra is. Tisztességes használatra. Úgyhogy az nagyon hiányzik, mert az pont kiesik. Szervusztok gyerekek, szervusztok felnőttek. Mindenkit üdvözlök, örülök, hogy részt vettek ebbe a filmezésbe. Elmegyünk, bemegyünk az erdőbe. Beszélgetünk, mondom, ott a madár, a Dani nagyon figyel. Egyszer csak sziabász, hogy a papa, azt mondja, pisíni kell. Mondom, mit csinálni? Mondom, hogy pisíni. Hát mondom, jó van, pisíjé. Hát előkotorázta, és hát ő a földre elkezdett ottan pisígatni. Mondom, a fák pisát, sokkal jobban fröcsök. Az első osztály előtt kérlek szépen, el kellett vinni nem téged. Hát mondom, hát ugye mindenki dolgozott. Nem, hát persze nem érte senki, hát ugye én akkor kerültem rokkant nyugdíjasnak, és hát ugye én ráértem akkor, és én akkor elvállaltam a gyereket, és mi mentünk a logopédushoz. Bajára. A bajára bizony. És akkor hát ugye mindenféle ugye az élet rejtelmeibe bevezetem, nők ismeretébe is, ugye hát ugye ment a néni az utcán. Csinos néni például lehagyott bennünket, egy nagyon szép bombázó. Mondom neki, oda nézd, milyen szép popója van. Azt mondja nekem mondani, mi az, hogy popója, papa? Mondom neki, hát tudod, a hölgynek a seggel. Mutasd meg, hogy mi történt a fákkodós ujjaddal. Hát, hogy is mondjam, levágta a doktor néni, mert biztos sűrű használt. De nem igaz. Majd a kaparóst azt a videó után lekaparjuk. Lehet, hogy akkor már milliómosok. Most nem, mert meglássák a milliómosok esünk. Már még azt hiányzik. Hát mondom, én nem hozok mindig a kútról vizet. Oda mentem, elővettem, lecsöveltem, érted. Mondom, az is víz. Ugye? Hát egy darabig azt bírta is.
Szólt is a rádió, mert apám alig várt, hogy elaludjon, akkor lekönnyült a kis székre, azt hallgatta. Egyszerűen csak egy jó hónap múlva elhallgatott a rádió. Legalábbis már nem nagyon akart szólni. Nagyon csak csöndben volt, mondom neki, nézem apámnak, mondom, te valami baj van ám itt, azt mondom, itt a földeléseit, mondom, be van, megvan zöldő rétrót, volt, meg volt zöldővel. Mondom, biztos nem bírta úgy, biztos nem bírta úgy szagot. Ugye tudjátok, nézzük, hogy diétázok, de ezt megfogom babám most. Szabad neki meg enni egy kicsit, mert a glukózra szükség van a szív működésednek, máshova is kell. Bocsánat. Látom, te se bedet változtál meg. Nem, jó kis györesek vagyunk. Az a nyújtófa. Az a vendégváró. Ebben igen. Alakul, mint pukkos gyerek a prés alatt. Na már. Kenyeret is meg kellett tanulnom dagasztani, ugye hát, mikor nem voltak ott, akkor is meg kell csinálni. Azt mondja, édesfiam, addig dagaszd a kenyeret, azt mondja, még el nem kezd csurogni az ereszt. Tudjátok, mire rájöttem? Hát az izzadság. Ez komoly. Ebben van egy serkentő is, mert tojás van benne. Néha én szeretnék vele korcsani. Azért sütöm, az ember jó szándékú szeretetből és emberségből csinálja családjának és bárkinek. Akkor úgy jó, ha valaki főz, süt, az csak szívből lehet csinálni. Ezt mindenki jegyezze meg. Még a gyerekek is előbb-utóbb felnőttek lesznek belőle. Én is köszönöm, hogy ismét itt lehettem. De Kaplanul csináljon egy jobb rádot. Mi a? A bal rád? Ha mit csinál maga? Parancsra figyelj! Jó, Kaplan, de arra mutat, megtévedsz! Hát azt magyaráztam! Jó, oké! Ez nagyon megy! Magának úgyra meg a kele, mint a benyakonyos! Kaplan, nem megy! Ezt a különleges alkalom, mert a mama is szerepel a videóban, ugye nem szokott szerepelni. Remélem, belefér! Szia, papa! Szárulztok! Szia! Már biztos hiányoltak a nézők, mert mindig mondják, hogy mikor lesz papával videó. Hát nagyon boldog vagyok tényleg, hogy a papa itt van és segít nekem, és meg tudja csinálni, a papák mindent meg tudnak csinálni. Most menetet fúrunk. Menetet fúrunk, rendben. Igen. Szeretem a kihívásokat, mi? Így van, főleg a csinos és göndörhajú. Ezt úgy csináltam meg neki, hogy ez egy örök érték. Ő, amíg él, ez megmarad. Ezt ja, tényleg, értem, ha nem. Van. És vigyázzon rá, mert majd, ha én már nem leszek, mert eljön az idő, mikor én már nem leszek, akkor emlékszik rám, hogy na, ezt a papa csináltam. Így van. Iratkozzatok, hogy minél többet. Ekkora a boldogság számoló, hogy itt főzhetünk és csinálhatunk egy ilyen videót, úgyhogy köszönöm szépen neki. Azt a... Bocsánat. De kénytelen vagyok megijeszteni a gyereket, mert másképp ez nem. Közben van én nekem itt egy kutyám, egy fütyi kutyám, mert az is veszem. Az nem a kutyám, a kutyám. A zsíros részét, amelyik olyan nagyon zsíros. Az a neve neki a kutyának, hogy fütyi. Látjátok milyen kaszakő? Ez rádió antenn, a rádiónak a Ferri trúdja, hogy mondjam. Mert ilyen ezermester vagyok, azt is tudom, miért van ez benne. Jó kis bogrács ez. Hozzá ki légy szíves vizet, úgy félig elég. Félig, jó. Van ettől mindenféle méretben végül. Alfőző meg. Legnagyobbat Pisti fiamék vették, a Daninak a édesapja. Hogy legyen miben kakas fesztivál, akkor mindig kint főzni valamit. Egyéb dolgok még majd belekerülnek. Mindenhol. A jó indulat és a szeretet. Így van, az a legfontosabb. Itt leszek. Itt leszel. Még legalább egy 40 évig, papám, jó? Ó, nagyon sok lenne. Akkor most nem találnám meg, hogy hol van. Papának hoztam 2 darab kavaros sorsjegyet. Gyere dolgozni, hogy meg meglátjátok. Megtanítom hasigatni. Nekem sincs levegő. Nekem sincs lesz, ha megéri ezt a kocsit. Köszönöm, papa, még egyszer, köszönöm, hogy videózol velem, és benne vagy. És nektek is köszönöm, iratkozzatok fel minél többen. Köszönöm. Most lesz meg, papám, a 300 000 feliratkozó, és te fogsz főzni, azt már mondtam. Ja, igen. És készülsz a bulira? Ja. Gasztromóni. Gasztronómia. Bagarol. Bagarol. Unbox. Estére. Tényleg megbicskéltet! Pont akkor, amikor kimondod, akkor robban! Hajkutya! Micsod? Hajkutya! Hajkutya! Kérdezd meg tőlük, majd megmondják! És örülök annak is, hogy részletek egy kis jó nagyságot tudunk produkálni. Így van, és tudunk nevetni, nagyszerű. Így van.
és nagyon köszönöm papának, hogy benne van ezekben a videókban, mert nagyon nagy, örülök is neki. Hálás vagyok a papának. Elég gyorsan öregszik az ember, úgyhogy maradjatok mindig fiatalok, aki fiatal még. Aki öreg, az meg maradjon már öreg, de csak így. Jó, még egy 100 évig. Így van, még egy 100 évig. Iratkozzatok fel minél többen a Nazdani csatornájára. Ugye nem hallott, és hiába mutogattam neki a keskra, azért elkezdett kegyetet, a fart érted, dömdömdömdöm, segbe telefonálta érted. Agya annak a lábai az égnek érted, a vödrön így átszaltózott. És érdekes volt érted, mert ugye nyáron nem hordott bugyit, hát nem hordott bugyit. A lábai szét, akkor láttam először olyat, amit nem is volna szabad. Ő a Kalácsból ugye mindenki kap, hogy gyerekek jönnek érte, és így akkor... van, és erre szótva, nem négy felé, öt felé, mert nekem is kell egy kicsi belőle. Ja, nem ám, aki megcsináltad, nem eszik belőle, nem veszik. Nagyon boldog vagyok, hogy ő a családjaim. Szép nagy család van, igen. Hello, sziasztok! Lehet mindenki jó és egészséges. Ez a legfontosabb. És szeressük a hölgyeket is, ők meg minket. Az én unokámnál nincs jobb a világon. Hiába keresném, párját nem találnám. Nélküled nem volna az életem észét. Azt kívánom néked, hogy nagyon soká élj még. Nélküled nem volna az életem ízét. Azt kívánom néked, hogy nagyon soká élj még. Köszönöm szépen!